Hát igen, megmondom őszintén, az Újpest nagyon sokat javult játékban, ezt lehet látni, ezt tehát jó eredményeket hozott. Nagyon veszélyes ellentámadásik voltak, amivel labdát rontottuk az elején, és két 100%-os helyzetben zicserbe került az ellenfél. Tóth Balázs nagyon jó kivétel, volt egy szerencsétlen 11-esünk, amiben belekerült a kapusunk. Végül is örülök neki, hogy nem állították ki, mert a kézzel megfogja, akkor nincs 11-es, lehet, hogy nem lett volna gól, de akkor nem lett volna Tóth Balázs tovább. Tehát így visszanézve, akkor ez egy kicsit szerencsés dolog is volt, de nagyon példás volt a küzdő szellem a második fél időben, és tényleg a játékosok érezték azt, hogy ide még rá kell tenni egy lapáttal, és tényleg sikerült az, hogy egy jó egyenes akcióból Szolnokiroli, Luciano Slagvers beadása után, amit mondtunk az elején, a Géresi Krisztiánnak van olyan, ami nincs a Mancenek most per pillanatban, és el tudta dönteni a mérkőzést, és nem csak a mérkőzést, de az eredményt főle. Yeah, first of all, we have to accept if we lose a game, okay, we congratulate to Puskas. I think today we make a fantastic game as a team. We have created a lot of good chances, the little things. I think it was not the penalty against us, and this is not good. And also the yellow cards. We get a lot of yellow cards, and sometimes it goes really quick with this also. And it was a good game from both teams, and Puskas strikes back, and they make this goal, and now they win, and we have to accept. El kell fogadnunk azt is, hogyha nem mi nyerjük a találkozót, gratulálunk a Puskás Akadémiának. Azt hiszem, hogy a csapatom majd nagyon jó mérkőzést mutatott, nagyon kompaktan, összeszokottan játszott. Kis dolgokon múlt a találkozó sorsa, nem hiszem, hogy ezt kizárólag a 11-es döntött el, inkább elsősorban az apróságok, nagyon sok sárga lapot osztott ki a bíró. Puskásnak ugye volt ereje aztán még egyszer megküzdeni a vezető találatért, úgyhogy el kell fogadnunk, és gratulálunk az ellenfelünknek.